Az eddigi jelentések szerint több mint 1000 ember meghalt Marokkóban, miután 6,8-es erősségű földrengés rázta meg az ország délnyugati részét. A rengés epicentruma 75 kilométerre volt Marrakeshtől, a turisták által is kedvelt várostól, ahol szintén hatalmas károk keletkeztek. Félő, hogy a halottak száma nem végleges, az Atlasz-hegységben sok falu a földdel vált egyenlővé. Péntek este van, egy ipari kamera időmérője 23 óra 13 percet mutat. Marrakesh belvárosában még nagy a mozgás. Az egyik pillanatban azonban a felvételeken látható két utcai járós előbb megrémül, majd mindent hátrahagyva elrohan. Az utcán többen is futásnak erednek, menekülnek, valaki el is esik, majd a magasból törmelék zuhan a földre. Pánikba esett emberek láthatók egy étterem kameráin is. A vendégek egymást lökdösve hagyják el az épületet. Ez volt a marokkói földrengés sorozat első és legerősebb földmozgása, 6,8-es magnitúdójú. 20 perccel később egy újabb, 5-ös erősségű rázta meg a térséget, majd később több kisebb is. Marrakesh utcái megteltek rémült emberekkel. Sokan csak hálóruhában futottak ki az otthonukból, néhányan takarókat is magukkal vittek. Ők tudták, hogy az éjszakát már nem fogják tető alatt tölteni. Az esti ima után lefeküdtünk aludni, de pár másodperc múlva éreztük a földrengést. Ahogy kifutottunk a házból, az egész épület összedőlt, mondta egy magát szerencsésnek tartó férfi. A rengés epicentruma az ország középső részén fekvő Al-Haus tartományban volt, csupán 75 kilométerre a turistaváros Marrakeshtől, de többen azt mondják, olyan erősnek érezték a földmozgást, hogy alig tudtak talpon maradni. A földrengés óta folyamatosan túlélők után kutatnak a hatóságok. Kártyavárként omlottak össze a műemlék és lakóépületek, a téglafalak autókat temettek maguk alá, sok ember rekedt a hatalmas vasbetonelemek és téglák alatt. Épületek tűntek el, váltak romhalmazzá, a szűk utcákon alig lehet közlekedni a törmelékektől. Szombat délutánra már 1000 fölé emelkedett a halottak száma, és a sebesülteké is meghaladta az 1000-et. A kórházak véradásra szólították fel a lakosságot. Ennél is súlyosabb a helyzet a hegyvidéki területeken, ahol a földmozgás teljes falvakat tett a földdel egyenlővé. A térségbe vezető utakat sziklaomlások tették járhatatlanná, így a kutatómentőegységek is rendkívül lassan érkeztek meg. A legtöbb áldozatot ezen a vidéken regisztrálták. A régióban ugyanis többnyire öreg, gyenge szerkezetű épületek állnak, amelyek képtelenek voltak ellenállni a földmozgásnak. Egy Marokkóban élő brit újságíró vidéki háza is csak nem teljesen összedőlt. Az országban elég nagy a pánik, az emberek tényleg nem tudják, mit tegyenek. A hátam mögött látni, hogy a házamban pár fal leomlott, miközben aludtam, ami elég ijesztő volt. Aggódom azokért az emberekért, akik hagyományos otthonokban vagy akár rosszul épült házakban élnek. Ezt a földrengést gyakorlatilag az összes nagyobb városban, az ország minden sarkában érezni lehetett, mondta Martin Jay. A katasztrófa hírére 6. Mohamed marokkói király elrendelte a fegyveres erők légi és szárazföldi eszközeinek, valamint a speciális kutatómentő csapatok mozgósítását és egy helyszíni kórház felállítását. Marrakesh mellett a fővárosban, Rabatban, valamint Agadirban is érezték a rengést, ami mindenütt komoly rémületet váltott ki. Számos ország államfője és kormánya nyilvánította részvétét a marokkói vezetésnek, és ajánlotta fel segítségét a mentési munkálatokhoz és a helyreállításhoz. A G20 csoport nevében, amely éppen csúcstalálkozót tart Új-Delhiben, Narendra Modi indiai miniszterelnök fejezte ki szolidaritását, és ajánlotta fel a csoport segítségét. Pacolai Máté külügyi szóvivő közölte, nincs magyar áldozata vagy sérültje az éjszakai földrengésnek. Tájékoztatása szerint a nagykövetség folyamatosan veszi fel a kapcsolatot a Marokkóban élő vagy ott nyaraló magyar állampolgárokkal, akik valamennyien jól vannak és már biztonságos helyen tartózkodnak. Az ország történetében a legpusztítóbb földrengés 1960. február 29-én történt. Agadirban akkor több mint 12 000 ember, vagyis a város lakosságának egyharmada halt meg.